Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit a VTTV immár negyedik adásával. Megéltük az egy hónapot. Többségében szerintem nagyon pozitív visszajelzések vannak. Volt egy-két pozitív jellegű kritika is, amit igyekszünk megfogadni, és igyekszünk majd úgy alakítani magát a műsort is. Mindig így ígérgetek előre, hogy lesz ez, lesz az. Azt tudni kell, hogy Bob Day fórumtársal felvettem a kooperációt, és megosztott velem nagyon érdekes statisztikákat, és lehetséges, hogy ennek majd csinálunk egy külön műsort, vagy ezt majd egy ilyen külön műsor keretében, aki jobban szereti ezt, hogy jó, hogy így mélyebben belemélyed az elemzésekbe megtekinteti, majd ezt megpróbáljuk összehozni. Köszönet érte Bob Day-nek. A mai műsor témái így nagyjából a hétvégi Ferencváros elleni mérkőzés, aztán egy kicsit beszélgetünk a Vasas elleni nagyszerű Magyar Kupa továbbjutásunkról. A héten volt egy Kovács Zoltánnal való RBD-s találkozó, és erről osztanék meg pár információt, valamint a polgármester úrral egy érdekesség, amit szeretnék még majd megosztani veletek, és erről egy-két infót elmondok majd, és ezt a kis társaimat is újdonságként fogja érni itt a műsorban, szóval köszöntök mindenkit, és hát akkor a múlt heti sorrendet így megtartjuk, és a Ferencváros mérkőzés értékelését így Mátéra a bíznám, hogy Máté, kezd el, hogy tetszett, vagy hogy nem tetszett ez a meccs? Sziasztok, jó estét mindenkinek! Azt kell, hogy mondjam, hogy a Kisvárda, a Mezőkövest, Kispest, Fradi meccs közül ez a Fradi tetszett a legjobban, ami azt jelenti, hogy az előző három az nem volt annyira fényes, ha a Fradi volt a legjobb közülük. A taktikai vagy a felállásunk az megint meglepetésként ért, mint mindenkit, és még azt mondom, hogy még a meccs előtt még bizakodó is voltam, hogy a Fradi statikusabb védői talán a gyors embereink le tudják futni, lehet, hogy ez volt Márton elképzelése, hát egy jó 10 perc, negyed óráig, mintha működött is volna, aztán ahogy ment az idő, és ez egyébként több meccsen is megfigyelhető, valahogy a kezdeti nagy nekiveselkedés, vagy nekibuzdulás után valahogy így érezhetően megy el a hit a játékosokból, ahogy nem jön az az eredmény, vagy nem úgy alakul, ahogy elterveztük. Meg is kaptuk a gólt egy szokásos védelmi hibából, talán egy rossz helyezkedés, egy picit Rockov, egy picit Muszlő, egy picit talán Fiola, és onnantól el is ment minden hit, és nem a másik félidőben nem éreztem az esélyt, hogy tudjunk fordítani vagy gólt rúgni a kiállítás után, pedig azt gondoltam, hogy végképp nem, aztán Nikó még egy gólpasszal, vagy egy jó passzal, ami nem lehet gólpass sajnos, még megpróbálta szorossá tenni a meccset, nem ment be az a helyzet sem. De, ami nekem a meccs után eszembe jutott, hogy most így visszagondolva, amióta ugye így a két csapatra hegyeződött ki a bajnokság, ez volt a leglájtosabb Fradi-Vidi, vagy Vidi-Fradi. Tehát, hogy ilyen semmilyen, majd nem azt mondom, hogy barátságos hangulatban menjen le egy Vidi-Fradi meccs, és tehát ugye ennyire, nem tudom, értitek-e, mit szeretnék mondani, tehát egyszerűen egy vajpuha meccs volt, nem azt mondom, hogy szét kell rúgni őket, nem, de az, hogy nem láttam azt, hogy megpróbáljuk őket maximális erőbedobásra, vagy maximális küzdésre kényszeríteni, most arról nem is beszélve, hogy arra nem tudjuk őket most kényszeríteni, hogy a maximális játékukat hozzák, mert ez a félgőz is elég volt. De hogy küzdésben sem voltak rászorulva arra, hogy 100%-ot nyújtsanak, az volt nagyon elkeserítő. Számomra reméljük hosszú ideig több ilyen Vidi-Fradi vagy Fradi-Vidi meccset nem kell, hogy végignézzünk. Köszönöm. Hát én Mátéval ellentétben nekem ez sem tetszett.
Tehát semmivel nem volt jobb szerintem, mint a többi. Én amikor megláttam a felállást, már kicsit akkor úgy éreztem, hogy ugyan veszteni valónk a nullával egyelő, de teljesen feladtuk a támadást a felállásból legalábbis. Ez jött ki. Ugyanazt próbáltuk játszani, mint az összes többi csapat ellen, tehát ugyanúgy nulla taktikával, egy teljesen kiismerhető, statikus passzolgatás volt, és nagyjából 6 percig volt bármire esélyünk, és abból, hogy mi uralkodik most a fejekben, ugye a játékosok körében, tisztán látszik mondjuk Ivánnak a megoldása annál a helyzetnél, hogy 5,5 méterről most se beadás, se lövés, azt pár meccsel ezelőtt az Újpest ellen főküdte a rövid fölsőbe, 2 perc azután, hogy beállt, most csinált egy olyat, hogy ki tudja, mi volt ez, és igazából a legbántóbb az egészben, hogy még csak megizzatnél se kellett a Fradinak, olyan negyergőzzel lehozták ezt a meccset, nem ütköztünk, most a felállás az tényleg az már olyan, hogy már meg se lepődik az ember az idiótaságokon, mert nem, de van minden csapat része van egy darab meghatározó játékosunk legalább, ugye hátul Stopi, középe Uri, elő ugye Nikó lenne, miért nem lehet így körüljük építeni a csapatot? Nikó mellé odarakni egy, most tényleg Hangyával meg Bollával rohamozunk elől, tehát semmi bajom Bollával alapvetően, de én mindig azt mondom Fussóra, hogy megy mind az agyatlan, igazából 8 méterről 6 méterre fölé lőni egy olyan paszt, amikor szemtől szemben állok a kapussal, és akkor megint csak Ivánt előretol csatárként játszatni az 1 méter 28 centiével, és fölőjük rá a labdát, vicc, tehát ez nem taktika, ez én mindig tartom, hogy veszett fejsze nyele, mennek a próbálkozások össze-vissza, és semmilyen koncepciót nem látok az edzőnek a tevékenységében, tehát 5 cserére van lehetőségünk, és egy Fradi ellen kihasználunk 2-t, azt a 2-t is a 75. percben, úgy, hogy én egyébként úgy éreztem, hogy a kiállítás után jobban játszottunk, mint előtte, tehát nem éreztem én annyira azt az egy ember különbséget, ugye akkor volt Funsó helyzete is, és Nikót ezt már értsük már meg, hogy neki kell 2 villámgyors szélső, aki pontosan be tud adni, ennyi, semmi másra nincs szüksége. Tehát amikor volt egy Szújicsunk, volt egy, most hirtelen nem is itt eszem, volt egy Gyurcsónk, akkor jöttek a beadások, Nikó beverte, kész, gólkirály lett 16-szor. Most ugyanúgy ki lehetne használni, mert van egy Ivánunk bal oldalon, vagy akár jobbon is, ott van Palkó bal oldalra, ki lehetne használni ezt a sztorit, mégsem teszi Márton, holott ugye Barcson még együtt is játszottak, ha jól tudom, tehát ugye ott vezetett le Márton, és ott még csapattársa volt Nikónak, ha jól tudom, és nem tudom, mi állhat a háttérbe, akkor ugye a Fradi ellen Stopirának a titokzatos sérülése is, ugye, ami nagyjából 6,5 óra alatt elmúlt, és a Vasas ellen már tudott játszani. Nagyon nagy kavarodások vannak, mind fejben, egyszerűen már Huri is olyan, hogy elveszett belőle a tűz, megy, csinálja a dolgát, de igazából pont elibe szarja, hogy mi van. Most ugye egyetlen egy dologban tudtuk felvenni a versenyt a Fradival az utóbbi pár hétben, hogy mi is igazoltunk egy félig marokkói, félig milyen marokkói, meg belga? Belga. Ha? Tehát belga-marokkói középpályást, ugye ezt a Fradi is megtette, tehát legalább valamiben tudjuk őket utánozni. Gyanítom, egyébként ők jobb vásárt csináltak talán, de nekem nagyon nem tetszett ez a Fradi meccs. Tehát az, hogy jobban megizzad a Fradi egy Kisvárda ellen, mint ellenünk, az szerintem nálunk semmilyen téren nem fér bele. Nem értem, hogy 13 pont, tök mindegy, hogy 13 vagy 16, álljunk föl 2 csatárral, toljunk egy sima 4-4-2-t, álljunk föl Buduval, meg Nikóval, vagy tudja rosszabb kivel, de menjünk nekik, nincs vesztenivalónk. Lehet, hogy még meg is leptük volna őket, ki tudja. De az, hogy fölállunk egy 5-4-1-jel,
Úgyhogy 8 darab védekező stílusú játékos van a pályán, és már meccs előtt feladjuk a támadás lehetőségét, és ivára hegyezzük ki, hogy majd megugrik. Egyszer sikerült, azt ott kész. Utána le is védekezték el, és lőttük minden puskaporunkat. Tehát utána már csak akkor volt helyzetünk, miután beállt Nikó, és leosztott két olyan paszt, amit mondjuk más nem biztos, hogy tudna. És hogy mennyire profi Nikó, de nem akarok nikózni tényleg, gyerekek, de hogy mennyire profi a Fradi ellen is, és a Vasas ellen is, amikor beállt, végig tapsolta a pálya szélén mind az összes cserét, aki lejött, külön-külön lepacsizott mindenkivel. Tehát, na, én itt, nálam itt kezdődik a csapatjátékos. Megtehetné, hogy dúzzog, megtehetné, hogy szarik bele, de nem teszi. Ugyanúgy hagyja a többieket. És erre lehetne építeni szerintem. Sajnos nem teszi meg Márton, Isten tudja miért, nyilván az ő felelőssége. Nekem nem tetszett, nagyon nem tetszett a Fradi meccs. Armin? Nem hallunk? Nem hallunk. Most sem. Semmi. Na, akkor amíg jön Orvi, megpróbálja megjavítani. Lehet, hogy ki kell lépned, visszalépned a meetingben. Így hallotok? Így jó. Jó, valamiért a fülhallgató letiltott. Mindegy. Szóval az a lényeg, hogy jó estét, sziasztok, vagy nem tudom, mikor nézitek. Hát mi volt a vélemény erről a mérkőzésről? Hát most furán fog hangozni az én egyéni véleményem. Hát számomra a maga a felállás már egyet jelentett a vereséggel. Én úgy gondolom, hogy egy 65-ös magas középső csatár Petriák személyében az egy vicc. Az egy 90-es, 2 méteres Ferencváros védők között. Nem tudom, mi volt az elképzelés. Nyilván ráívelgettük a labdát nem sok sikerrel. Én azt mondanám, hogy az első 15 perc volt, ami ért valamit. Ez a 15 perccel tudom azt mondani, hogy ez a 15 perc ez úgy értékelhető volt, de egyébként totál kuka volt, totál zéró volt az egész. A cserék azok magukért beszélnek, tehát úri helyett hangya, szerintem nincs miről beszélni, tehát ez abszolút egy vicc kategória. Igazából a Fradi meg kell dicsérni, mert amit adtunk lehetőséget, ők azt könyörtelen berúgták. Nem voltak nagy lehetőségek, az elsőnél szépen belőbbölt labda volt, Fiola le volt maradva, előtték mellőle gól. A második meg egy fantasztikus bénységi beindítás volt, mert ugye olyan jó belső védőink vannak, ez a gól is ugye ennek köszönhető. Ugye később ebből lett egy kiállítás is, az a bajgyarús továbbra is úgy gondolom, nem megbántva, de szerintem nem NB1-es szintű játékos. A Tokmák 5 méteren rávert 3-at, és ebből ugye összeszedett 2 lapot ki is állították. Szóval ez egy abszolút olyan momentuma volt a mérkőzésnek, amire azt tudom nektek mondani, hogy itt végleg eldőlt egyébként a sorsunk, hogy Funsó kinek az embere, kinek milyen, nem tudok mit mondani. Én úgy látom, hogy ő is erősen megkérdőjelezhető, és a játék tudása is megkérdőjelezhető, mert úgy tűnt az Újpest elleni meccs után, hogy a fej utolérte a lábat, hát ez hamar dugába dőlt ez az elképzelés sajnos. Mostani mérkőzés megmutatta, amikor 8 méterről 1-1-ben van, körülbelül üres kapura, bárhova lövi gól, kirúgta az Üllői stadionba a labdát, tehát ez kevés, ez nem fér bele. Arról nem is beszélve, hogy tényleg meghatározó játékosok nem játszanak, vagy padon vannak, vagy még ott se. A stopírás dologról én azt hallottam, hogy itt egyébként itt a barátnő, vagy feleség, vagy nem tudom neki milyen van, Covid-gyanús tesztet, kétséges tesztet produkált, és nem akartak kockáztatni vele, hogy nehogy Isten ő elkap és beviszi. Én ezt hallottam, szerintem egyébként ez, ha tényleg így volt, akkor ez mentségére szól mindenkinek. Ez egy olyan dolog, ami jelenleg mindenképpen meg kell lépni, nem ér annyit, hogy aztán 11 ember befertőzés, akkor ki fog kiállni az U19, tehát látjuk, hogy az mire volt jó, lásd az Újpest példáját, tehát az viszont szerintem már ugye olyan versenyhátrányt tudna okozni, amit ilyen sűrű menetrend mellett nem biztos, hogy utána be tudnánk hozni, úgyhogy mindenképpen szerintem ez egy észre döntés volt. Maga egyébként a mérkőzésen továbbra is az látszott, hogy teljesen kilátástalan sajnos a játék. Nincs elképzelés, nincsen 3 jó passzunk, most nem megbánta senkit, de 3 vagy 4 passz után elveszítjük állandóan a labdákat, és rohanunk, mint pók a falon a labda után. Én azt látom, hogy egyébként a Fiolát
például borzasztóan idegesíti az egész szituáció, látszik minden meccsen fölrobban az ember. Bárcsak mindenki ezt látnám, szerintem az mindenképpen jobb dolgokat tudna jelenteni, de nyilván azért eljutottunk már olyan szintre, hogy itt azért már nem csak a játékosokat kell okolni, itt nyilván itt azért sajnos magasabb szinten is gyűrűzik a probléma. Gondolok itt az átigazolási politikára, amit most itt próbálunk menteni egy középpályás igazolással, de egyébként továbbra is azt mondom, hogy ez sajnos nagyon kevés volt ebben a szezonban, mind a nyári, mind pedig a mostani. Olyan játékosok jöttek, akik szerintem nem ütik meg a videóton, sőt az NB1 középcsapatának színvonalait sem. Én szerintem az ALF-nek egy-egy kiúró mérkőzése van, de egyébként többet feltreng, mint amennyit futballozik. Hát a Pinto az nálam egy teljesen talány, hogy mit keres itt, tehát szerintem egy Elek jobb futballista, mint ő, de ez az én véleményem, még úgy is, hogy az Elek már nem mai csirke, és lassú, és néha körülményes, de néha olyan labdákat és olyan passzokat adott, hogy mindenki azt mondta, hogy atya világ, és talán a gólokat tudtunk belőle szerezni, és ő tudott játszani középső védőt, kétség ne férje hozzá, hogyha bajba lettünk volna, tudott ő azért középső védőt játszani a maga lomhasságával, de viszont a rutinossága megoldotta a dolgokat. Ugye ezt Kispesten is lehet látni, hogy két öreg belső védő van, mégis amit tudnak, megoldanak, és a rutinból oldják meg, tehát az jegelése szerintem egy abszolút luxus a jelenlegi helyzetben. Az, hogy meg hogy a szélső védők játszanak mindenhol, hát ez szerintem teljes kétségbeesés. Nem lehetett Márton Gábor egy olyan szintre, hogy próbálgott, aztán egyszer csak megtalálom a nyerő formációt. Én tényleg ezt látom ebből, tehát mindenki játszik mindenhol, lassan ott fogunk tartani, hogy a Fiola lesz a középcsatár, és a Nikolic pedig a középső söprögető, tehát tényleg nem tudom, mi az elképzelés. Tehát annyira kilátástalan az egész, és persze nyilván egy edzőnek is már biztos vagy benne, hogy a Mártont is idegesíti ez az egész. Biztos vagyok benne. De hát őszintén, most tegyétek a kezeteket a szívedet. Ki az, aki lemondana egy ilyen vezetőedzői posztot? Nincs, aki jönnek lemondana. És valahogy én úgy érzem, hogy ez a sztori, ez egy ilyen végállhatatlan sztorinak tűnik, mert itt bármi történik, őt nem fogja szerintem elküldeni, mert ugye úgy van a szerződés, hogy 1+1 év, én valahogy úgy érzem, hogy az egy évet ezt ki fogja tölteni, és csak utána nyáron fogunk elbúcsúzni tőle, ez az én véleményem. De hát itt tudjuk, hogy nagyon, a dobogó itt most azért most már kezd veszélybe kerülni, és a Fradi elleni játék alapján én nem hinném, hogy mi bármennyire is mondhatjuk azt, hogy már pedig milyen a beton biztos második hely, mert azért ott van egy felcsút, bármennyire is szomorú kimondani, de ott egy felcsút, aki azért nyeri a mérkőzéseket, hozza a pontokat. Azért emlékezzünk rá, volt 7 vagy 8 pontos előnyünk, ez totál elolvadt. Tehát a számok magukért beszélnek, a számok makacs tények, és ott tartunk, hogy azt hiszem 19 mérkőzésből 9 győzelem, vagy 20 mérkőzésből 9 győzelem, ez nagyon kevés. Tehát ez akárhogy számom, nincs 50%, és hát azért látszik is, tehát már most utcahosszra buktuk a bajnokságot. Itt a kérdés az lesz szerintem, hogy a Fradi 20 felé fogja ezt vinni, vagy nem. Sajnos ezt ki kell jelenteni, ez a szezon számunkra ez végleg kuka. Kupába lehetne menteni, de én annyira kilátásnak nélem a játékot, hogy a Fradi ellen se hiszem, hogy sok esélyünk lenne az Üllői úton, bárcsak lenne, mert ugye múltkorában a kupában sikerült nyerni, ugye pont Juhász Roli góljával is. Vinicius. Ugye a két középső, két szöglet utáni kavarodásnál, vagy fejesből sikerült ugye gólt szerezni, hát ugye ez sem a volt már, de sikerült. Hát nem lenne lehetetlen, csak hogy akkor volt egy kép a játékunknak, volt egy rusztolós futballunk, és soha nem is szépen, de mindig 1-0-ra meg tudtuk nyerni a mérkőzéseket, vagy 2-1-re, de ugye mindig volt egy olyan holt pont, ilyen 75. perc, amikor mindig 10-ből 8-szor mi voltunk a jó oldalon, és mindig úgy át tudott libbenni a csapat, ugye a Nikoli csérába, hogy ott valahogy jött egy győzelem. Tehát azért a bajnoki cím is ennek volt köszönhető, főleg, hogy nagyon sokszor a hajrában sikerült eldöntenünk a mérkőzéseket. Most nem érzem ezt a nem is tudom, hogy mondjam, ezt az erőt, ezt a igazából, igen, tehát igazából ez a Fradi meccsen, ami történt, szerintem ez egy, hogy mondjam, nem egy ilyen meglepő dolog volt a tavaszi mérkőzések függvényében. Az összeállítás az gusztustalan volt, már tehát az kapásból szerintem a körülbelül 100 komment ment a Facebookon a klub hivatalos honlapján. Hát nem több. Hát tegelni, szerintem luxus. Ugyanúgy azt gondolom, hogy egy Nikolicsot bármennyire is öregszik a Nikó, egy ilyen mérkőzésen a rutinja nagyon sokat számíthatna ott elől. Mindenképpen beraktam volna. Tehát, én próbáltam most böngészni, és amit meg akartam osztani, de majd legközelebb, vagy tényleg tudom egy külön műsort le,
a kulcspasszok tekintetében Nikolic ott van a csapatban az élen. A gólokban ott van az élen, a kanadai táblázatokban ott van az egész emberes mezőnyben a második helyen, és mellőzik, vagy mellőzi Márton. Azért azt mondjuk többet számolt, mert ők úgy döntöttek, ugyebár a riportot is láttátok, gondolom, hogy miért nem játszok Nikolic, mert így döntöttünk. Most vagy királyi többest használ, vagy mondjuk a Kovács Zolival döntenek így, és megmondja a Kovács Zoli, hogy nem játszhat. Tehát én nem tudom, hogy mi ennek az oka, de hogy az Elek is, meg a Futecs Márko is, szerintem mindannyian egy menedzsernél voltak, és ez nem tudom, hogy miért kerülnek partvonalon kívülre, én az Eleket is simán játszhatnám. De abszolút. Itt ez a Fradi meccs, ez egy, hát tényleg amit mondtatok, hogy a Ferencváros az úgy elvert minket, hogy igazából nagy meg se izzadt. Tehát, hát 5%-on volt a Fradi. Tehát, igen, és ez szörnyű. Ez nem a rangaló, és mínusz 16 pont. Bocsáss meg, ha váltottak volna egy sebességi fokozatot még, akkor szerintem itt 3-4 alatt nem ússzuk meg. Igen. Tehát annyira érezhető volt egy szintkülönbség a két csapat között. Tehát, tényleg, én azt láttam, és talán tényleg visszaadom a szót, bocsáss meg, hogy a Fradi, amint ütemet váltott, nem bírtuk lekövetni a labdát. Nézd meg, a Rus ebből kapta a kiállítást. Nincs, szerintem teljesen le vagyunk maradva, más szinten játszunk a futballt. Hát a kapott gólok mennyisége a legtöbb az elmúlt 10 évben. A legtöbb gólt kapott az elmúlt 10 éve, fordulóra arányosan lebontva, a 20. fordulóban ilyen sok kapott gól az elmúlt 10 évben még nem állt. Márta nem tudja összerakni se a védelmet, se a csapatvédekezést, azért ez tisztán látszik, meg hogy persze, tehát az egészet nem bírja összerakni, és a hülye felállásai valamivel próbálkozik, szerintem, és ugyebár volt ez az ominózus Salló interjú, amin megkapta a Tea Süti becenevet, ugyebár a fórumokon már az elejétől sütizik Mártont, és ugyebár abba Sallói elmondta, hogy rendkívül makacs ember a Márton, és én úgy érzem, hogy ő túlment már azon a szinten, tehát érzi, hogy nem jó, érzi, hogy váltani kellene, és mégis ragaszkodik a saját maga makacsága által vezérel dolgokhoz. Én nem tudom, hogy állítja össze a csapatot, nem tudom az erőnlétet sem, mert elvileg van egy tök jó erőnléti edzőnk, aki elég neves a szakmában, de mégis úgy érzem, hogy a 60. perc környékén kifogy a szufla, és úgy, hogy már két felkészülést csináltak együtt végig, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon furcsa, és hát igen, nem tudom, emlékeztek-e, hogy utoljára ennyi mém így rólunk a José Gómez idejébe, a free penalty idejébe, és ugyebár a negyedik igen. hely, igen, a negyedik helyet sikerült megszereznünk, tehát egy rendkívül gyenge teljesítményt értünk el, és akkor született ennyi mém, mint most a csapatról, meg Márton Gáborról. És ez árulkodó. Tehát itt valami annyira félre siklott, és én sem hiszem, hogy el lesz bocsátva. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a szezon már csak azért is kitölti. Nem tudom, most ezt a 4 hónapot kifizetnék neki, az mennyire verne oda a klubkasszát, nem hiszem, hogy olyan nagyon, de remélem már keresik az utódját, és egy komolyabb nevet hoznak most erre, aki tényleg a nemzetközi tapasztalattal bíró játékosaink, ahogy mondta Gyuri, azokra, akikre gerincet lehetne építeni, felépíti a gerincet, és nem ilyen adhok jellegű összeállításokba játszunk, csatár nélkül a Ferencvárosnál. Tehát ez egy tényleg olyan volt, mint hogyha feltett kézzel mentünk volna, és a hát konkrétan. Őszintén, ha belegondoltok, mi lett volna, hogyha esetleg 10 pont van közte? Semmi. Nem, de hogy 10 pont van közte, vagy marad az X, vagy tényleg kikapunk egy jó játékkal, azt mondom 3-2. Erre mondtam, hogy nem volt veszteni valunk. Ugorjunk nekik, játszunk velük egy jó meccset, kapjunk ki 6-4-re, érted? De akkor legyen egy faszarangadó, nem egy ilyen langyos fos, ami, ahol már az elején tudtad, hogy igazából esélyünk nincsen, hát egy bajnok esélyes csapat, még a Fradi, még a Grupamában se álljon fel 5-4-1-en, 8 védekező játékossal. És a közép csatárod meg 1-70 magas. Igen. És addig, amíg ősszel legalább arra tudott hivatkozni Márton, hogy rúgjuk a gólokat, most már az sincs. Tehát kvázi az utóbbi 4 meccsen a Fiola a leggólerősebb játékosunk. Érted? Tehát ez azért vicc. Hát aki egy 5-ös gólkirályt a padon ültet, az azért magára vesz. Az már a sportszakmai része, Márk. Tehát
Nem, az emberi hülyeségnek a része, érted? Tehát ez, amit mondhattál, ez a hihetetlen makacság, hogy azért sem. Egyébként nem tudom, hogy mit szóltuk a mérkőzés végén, ugye már mutattak nagyon szép képeket, a csapat jelentős része azért nem viselte jól ezt a vereséget, és hát a héten én úgy gondolom indokatlan módon hosszabbítottunk szerződést Hangyával, aki, én megmondom őszintén, nekem így emberileg eddig így nem volt vele bajom, tette a kis dolgát, azt se értettem, hogy a Vasasból annól minek hoztuk ide, mert ment volna Kispestre vagy akárhova, de ne hozzánk, és hát vigyorogva jön le a botkával, ölelgetik egymást, hú, de jó volt, te tudtad, hogy hosszabbítottak szerződésre? Nem tudom, mire kaptam, de baromi jó, most kaptunk 2 a rangalon, és mínusz 16. És a Pali ott vigyorog. Értitek? És ezek utána, amíg szerdán játszik, a Vasas ellen pont. Kezd a Vasas ellen. Hát, gyerekek, ilyen nincs. Ennek az embernek a videóton mezét nem lehetne felvenni többen. És bocsánat, Szilveszter, hogy ezt mondom, mert válogatott játékos vagy, de ez gyalázat volt, amit csináltál. Tehát ilyen nincs. Nem érzed át, hogy mi zajlik itt. Tehát meg a Márton nem érzi át egyik se, hogy mi történik itt, mert Covid van, és nem lehet nézőkin. Hát én garantálom azt, hogy amikor a következő alkalommal tényleg bemehetnek az emberek a stadionba, hát szét fogják cincálni őket. Tehát olyan népharag fog rájuk zúdulni, és nem szerintem, nem tudom, hogy ti egyetértetek-e ezzel, de ilyet nem csinálhat egy játékos. Egy rangadó után, hogy röhögcsélve jön le a pályára. Én is kaptam ki a tévét. Az, hogy elnézést, vagy mit tudom én, valami, hogy bocsánat, vagy nem az volt, csak 1000 éve ismerem a Botkát, és vagy bármi, tehát hogy nem volt róla egy mondat, hogy... Hát igen. Hát csak ugye tudjátok, hogy ezek a játékosok egyébként, tehát amikor van éjszakai élet, ezek a játékosok például az éjszakában van, hogy együtt mozognak, tehát együtt találkoznak bizonyos szórakozó helyeken, ugye... Pláne aki Pesten lakik, ugye a csapat nagy része Pesten lakik, ugye Pesten lakik, tehát nyilván nekem nincs ezzel gondom annyira, hogy nekem... válogatott haverok vagyunk, persze, de ne a pályán, menjetek le, öltöző folyosó, nincs probléma. Csak ne a pályán, ahol látja mindenki, és nagyon rosszul jön ki. És azért a másik, hogy a Szilveszter persze válogatott keret, ez tök jó, szép minden, de azért az elmúlt hetek játéka azért nem predesztinálja őt annyira a vihogásra meg a haházra, mert ez egy kicsit kevés szerintem, amit most az elmúlt hetek beletett az asztalra, és hogy vele hosszabbítottunk, hát most őszintén tegye a kezét a szívére az, aki ezzel egyetért. Én személy szerint nem értek vele egyet, mert az elmúlt... Nem. Én egyébként nem. Nekem van bajom azzal, hogy a csapat többsége Pesten lakik. Tehát hogy válsz el klubhűséget, bármit, tehát hogy tehát basszus. Figyelj, mutass. Bocsánat, Gyuri, mutass a Barcelonából egy embert, aki Madridban lakik. Bocsánat, csak annyi, hogy nyáron volt egy ilyen összeszámolás, mert ugyebár ezt felvetették, hogy sokan laknak Pesten, és amikor nyáron ott összeszámolták a Kovács Zolék, hogy hányan laknak Pesten, akkor azért már nagyobb része itt Fehérváron lakott, a játékosoknak legalábbis az elmondások szerint. Hangya Szilveszter Pesten lakik ez. Figyelj, én akiről biztosan tudok, hogy Fehérváron lakik, ugye Stopi, Koko, Nikó, és Kovácsik Ádám, én róluk tudok biztosan, hogy Fehérváron. Átka is ott lakott Fehérváron. Nem, ő Telkibe lakik. Ő Telkibe lakott. Ő onnan járt be. Nem, sose lakott Fehérváron. Máté, bocs, csak a Máté is akart mondani valamit erre a hangyás dologra. Nem, én nekem az elnézés, tehát tényleg ez, hogy engem se zavar, hogy jóban vannak, mert legyenek jóban, nyilván nem utálják egymást, együtt játszanak, de utána akkor legyen már bennem annyi, hogy legalább a mindig nagyon korrekt klub holnapnak egy 2 sablon mondatot elmondok, vagy valaki megírja helyette, és amikor látják, hogy mekkora a felháborodás, meg mennyire szarul esik az embereknek, hogy ezt csinálja, de nem volt. Én meg azt mondom, hogy akkor inkább vigye be az öltözőbe, ott nem látja senki. Hát vigye be, de ha már nem vitte be, mert nem volt annyi benne. Akkor... Látták mekkora felháborodás, gondolod? Hát nem tudom, azt tudja, reménykedem, hogy látják, hát csak elolvassák. Hát. Hogy... Én már abban sem vagyok biztos egyébként. Hogy mi van, hát nem tudom. No, akkor ezen az interneten ugorjunk is túl, és akkor volt ez a szerdai kupameccs a Vasas ellen. Nem tudom, hogy mennyi szót akartok erre fecsérelni. Nekem úgy tűnt, hogy a Vasas
kicsit így a B csapatával állt fel, nem teljes B, de egy kicsit azért tartalékosan annyira így, hogy látták az ágat, hogy a Fradi következik, nekem úgy tűnt, hogy nem volt prioritás nekik ez a továbbjutás, és én gyorsan elmondom az elején, aztán ti is elmondjátok, az elején tök jól bekezdtünk, természetesen megint Nikó nélkül, mert hát azért mindig pihentetni kell, csak nem tudom mire, mindig a következő mérkőzésre. Aztán a második fél időre már néha attól féltem, hogy azt néztem, hogy Schindler Szabolcs úgy akar cserélni, hogy azt kéne, hogy már tovább menjünk még, mert ezek itt a végén még összehozzák. Szóval örülök a továbbjutásnak, meg nem tudom, hogy a Fradival mit fogunk kezdeni. Hát biztos nem ilyen mentalitás kell, bár ahogy Lebrov elmondta, ő tesz róla, hogy komolyan vegyék azt a meccset, már csak presztízsből is. Ti hogy látjátok ezt? Menjünk a sorrendben. Köszönjük. Tényleg jól kezdtünk, mert végre úgy kezdtünk egy meccset, ahogy kezdeni kell. Most leszámítva, hogy ahogy a Vasas, és nem talán a legerősebb összeállításában játszott, nekik ugye a feljutás az élethalál egy év után. Arra tettek fel mindent. Aztán ugyanaz történt megint szép lassan, amit a Fradi meccs kapcsán is mondtam, hogy valahogy elmegy a hit, a koncentráció, és hogy ez annak a következménye, amit már te is mondtál, hogy hiába van egy neves, vagy egy jó nevű erőléti edzőnk, és hogy az erő fogy el, vagy egyszerűen csak nem sikerülnek a dolgok, vagy nem tudják, mit kell csinálniuk a játékosoknak, de olyan de konkrétan benne volt a második példőben, hogy kiegyenlít a Vasas, és mehetünk a hosszabbításra. Örülök, hogy tovább jutottunk, de nem mozgatott meg annyit bennem, mint a 2006-os Vidi Vasas meccs. De várom a Fradi meccset, és alapjában véve én örök optimista vagyok, úgyhogy bízom benne, hogy tovább jutunk, és akkor játszunk egy kupadöntőt, és úgy játszunk egy kupadöntőt, hogy mehetünk meccsre. És akkor picit talán ebből a szezonból valamit tudunk menteni. A hátralévő bajnoki meccsekre, meg ez a kupa meccs nem sok jót ígér. Tehát még ezzel a Vasas ellen sem tudtunk 90 percet végig dominálni. Hát igen, jól kezdtünk. Az első 20 perc szerintem rendben volt a mostani szintünkön, teszem hozzá. Én annak örültem, hogy szerintem Stopira most tanári volt, szerintem most hiba nélkül lehozta a meccset. Tehát oda, Rus is ő hozta magát, ő nem lehozta a meccset, hanem hozta magát. Ez ugye begyuricázott egyet, ahogy kell. A Lef meg számomra érthetetlen. Vannak néha olyan 40 méteres passzai, hogy milliméterre pontos, de utána 2 méterre nem tudja odagurítani a labdát, és csínbe adja. Tehát nagyon hullámzó. Ugye Nikó megint a 70. perc után jött be, akkor, amikor már nyomott a Vasas az egyenlítés, és akkor a teljes második fél időt szinte végignyomta a Vasas, és azért most A csapat, B csapat, még ha az A csapattal se áll föl a Vasas, akkor sem engedhetjük meg azt magunknak, hogy egy NB2-es csapat, még akár egy kupa meccsen is egy fél időt átnyomjon nekünk. Tehát sokkal inkább benne volt a Vasas egyenlítése a második fél időben, mint hogy mi, nagy Isten, még akár találnánk is egyet. Igazából Pintót én se értem, szerintem Nikola fényévekkel jobb volt, tehát ne is menjünk el elekig, ugye most engedtük el Nikolovot, szerintem ő is fényévekkel jobb volt. Én nem voltam úgy oda Hadzsicsér, mint a fórum többsége, de szerintem még ő is jobb volt. Nem tudom, tehát ez a Bollának jobbulást, minden is, reméljük olyan nagyon nagy baj nincs, elvileg se törés, se szakadás. Azt a gyereket se tudom, hogy maradhatott a pályán igazából. Meg azért Karakónak nem élete meccse volt, azt azért szögezzük le. Tehát azért... Önnek nincs élete meccse. Ja, nyilván, igen. Igen, de és én azt figyeltem meg, a végén be Kapronainak hívták a Vasasnak azt a fiatal srácát. Hogy milyen lendület talált bele egy 18 éves gyerek, és nem volt beszarva a videótontól, hanem beleállt, cselezett, futott, rugott, és amikor lerántotta, ugye láttátok, hogy ment neki a játékvezetőnek,
Na, az összes játékosokból hiányzik ez. Talán tényleg Fiolát kivéve, aki tényleg látszik rajta, hogy meg van feszülve az egész helyzettől, de pont ez a tűz hiányozna belőlünk, és igazából én a második félidő közepétől fostam, hogy kiesünk, megmondom őszintén. És nem is lett volna baj. Tehát lehet, hogy ciki, hogy vasas, meg mindegy, de megint a Fradi, gyerekek, megint a Fradi, és megint alánk rúgnak egyet, mert ilyen játékkal, ilyen kezdőkkel én nem látom esélyét, hogy hangyányit se. Hú, ez de szarul jött ki. Hangyányit se. Hogy tovább jussunk a kupából a Fradi ellen. Tehát Hangya is rohangál föl le, közben 10 métert vár rá, ver rá, érted, egy helyszter, aki szintén nem a leggyorsabb ember a Fradiba, és egy normális beadása nem volt, ami emberhez menne. Tehát ha a kapu felé mozogtak, akkor a 11-es pontra lőtte be. Ha a 11-es pontra mozogtak, akkor a kapu elé rakta be. Tehát még véletlenül se, tehát itt a direkt meg lett volna beszél, hogy Szilveszter, nehogy véletlenül odaad valamelyiknek, a végén még gólt lövünk, baszki. És akkor például miért nem játszott Dárdai? Ezt tudja valaki? Most akár a Fradi ellen, akár a Vasas ellen. És a pihentetést meg a rotálást hagyjuk, mert ez nem az. Tehát akkor, amikor egy Dárdait meg egy Nikót 4 meccsen összesen játszanak 30 percet, az nem rotálás, az fasság. Tehát a rotálás abban merül ki, hogy néha úri helyet berakjuk Kokót, mert kell a meccs a lábába, ugye? Akkor annyira rotáljuk Alefet, hogy szerintem amióta itt van az összes meccset végigjátszotta, Pinto szintén, tehát a két védekező középpályásunk az halál, az vicc az egész. Én nem bízok a kupában sem egyébként, és most, hogyha a hétvégén kikapunk az MTK-tól, akkor őket is felhozzuk egy pontra. És akkor már a dobogó is úgy van, hogy necces. Én ugyanúgy gondolom, mint Máté, hogy nem sok jobb kecsegtet az a pár hóna. Köszönöm. Hát, nem tudom, mit mondjak. Nehéz mondani bármit is erre a mérkőzésre, így a kezdőt meglátva. Hát, több nagy név ült a kispadon, mint amennyi a kezdőbe volt körülbelül, így indításként. Én már vártam, hogy a Nikolicsket, nem ma, még mindig. A grúz csodajátékosunk az kezdett. Hát majdnem kihagyta a kihagytatatlan. Megnéztek a visszajátszat, majdnem átesett a labdán. Igen. Épp, hogy eltalálta valahogy így a hátsó talpa, stopli, nem tudom hogyan, sarkával, de valahogy nagy nehezen belőtte. Hú, gyerekek, utána a mákos gól, ugye a Petriák lövés, hogy megpattant, és pont behullott a hosszúba, hát ott is azért a szerencse az velünk volt, fogta a kezünket. És akkor utána volt ez talán a Kalmár, aki ilyen undorítóan rárugott a bollára, én nem is értem, tehát hogy lehet benézni? Csak sárga, tehát ez olyan pirosra le kellett volna küldeni, mint az állat. Tehát ez videóbíró, ezt tudja. Bocsánat, Norbi, nem volt hordát, gyerekek. Tehát, ja, hát az a világutca volt. Tehát az, hogy nem ír járni az ember, és át kell szöktítselnie. És akkor már a Hajdubé is mondta, hogy ez micsoda. Tehát tényleg ez roppant gáz volt, mindenkire nézve, szörnyű volt. Aztán ugye a Rus akkora gólt rúgott, hogy gyönyörű volt, nagyon szépen feltette a felsőbe, minden dicséret az övé, csak a rossz kapuba, nem baj. Az első félre még azt mondom egyébként, hogy ez egy vállalhatóbb volt, mint az eddigi mérkőzéseken, de hát azért a jótól bőven messze volt, tehát azért fényévekre lehetett a jótól, de azért értékelhető volt. A második félidő az megint zéro, tehát olyan zéro, hogy dupla nulla. Hát szerencsénk volt. Tehát a Vasasnak 3-4 olyan ordító helyzete volt, hogyha itt a Radó meg ezek fenn vannak a pályán, akkor szerintem tudja, hogy végünk van. Szerencsénk van, hogy a Vasasnak nehezebb sorsolása van, most az MB2-ben mennek Debrecenbe, stb. És ugye fölcsillant a remény, megnyerték az MB2-t. Szerintem a Vasas inkább erre ment rá, ezt a kupát elengedte. Megnéztek, egy olyan ágon volt, hogy játszott volna még a Fradival. Ha tovább jut, akkor nyilván egy Paks Budafok győztes, az könnyebb, de a másik ágról akkor jönne a felcsút. Tehát én azt látom, hogy itt ez az ágról fog kikerülni a végső győztes. Tehát ebben szinte biztos vagyok, hogy erről az ágról fog kikerülni a végső győztes. Az, hogy mennyi esélyt láttak a Fradi ellen, nullát. Tehát sajnos annyira kilátástalan a játék, hogy itt nem hiszem, hogy itt
körülbelül 12 nap alatt akkora távfordulás történne, hogy mi az Üllői úton nyernénk. Tehát ha szerencsénk van, akkor kibekkeljük egy 0-0-ra, vagy 1-1-re, és akkor hosszabbítás 11-esek. De hát rendes játékidőben tovább jussunk, én arra nem igazán vélek valós esélyeket megjelenni így előttem. Meg hát ugye továbbra is azt tudom nektek mondani, hogy igazolni kéne belső védőt, támadó középpályást. Tehát egyszerűen, amíg ezek a posztok nem lesznek betöltve itt, addig szerintem meg nincs miről beszélni. Nem, és hát a legnagyobb probléma... Belső védőnk, fölösleges, megoldják. Ja, persze, értem. Hát látjuk. Meg hát annyi, hogy azért én ezen a mérkőzésen most minden megbántás nélkül én a Tordait raktam volna a kapuba. Ide jött ez a szerencsétlen gyerek, 0 percet játszott, mindenhol a Rockov véd, most a Kovács védett, azért a Tordait megnéztem volna. Hát mindegy, ez van. Akkor ezek szerint ő lett a harmadik számú kapus. Legalább most már tudjuk a híre Ariát is, hogy hogy van. A legjobban, mint röhögtem egyébként, az a nyilatkozat volt. Én szerintem egy kicsit ilyen lekezelően, hogy hát miért ez a kezdet 11-ben? Hát mert ő mindig a legjobb kezdet 11-et küldöm föl. Hú, beznek, hogy ez a legjobb kezdet 11, akkor nagy bajban vagyunk, akkor még kőkemény 3 hónap vár ránk. Tehát azt kell, hogy mondjam nektek, ha ez a legjobb kezdet 11, akkor ez nagyon-nagyon ilyen gumicsontrágós 3 hónap lesz, tehát akkor mindenki hozza a szanaxot, mert ezt idegileg nehéz lesz bírni, de hát meglátjuk. Én azt tudom nektek mondani, hogy meglátjuk. Egy mérkőzésen bármi megtörténhet, tartja ugye a nagy kupamondás, látjuk, ugye meg is történt, a Kaposvár ugye azért előadta magát, tehát azért mondom, bármi megtörténhet, de reálisan nézzük az esélyt, akkor azt mondom, hogy 90-10 a Fradinak körül, vagy maxim, nagyon jó indulatta 80-20, de én nem adok többet 20%-nak továbbításunkra, sajnos. Reálisan nézve, az elmúlt hetek játékát nézve, hogy 2 kaput eltaláló lövésünk van 180 perc alatt, és 0 gól, tehát a bajnokságban, tehát ez nem nagyon predesztinál minket arra, hogy itt a Fradi ellen több, bármi sót is megessünk. Ennyi. Közülünk te vagy a tehetetlen, úgy látszik. Én vagyok a tehetetlen, igen. Na, gyerekek, de... A tehetetlen reménykedő. Igen. De mivel így ennek a műsornak az is lenne a célja, hogy egy kicsit így a vidi szurkolói bázisát aktivizáljuk, vagy növeljük, vagy minden, és hogy állandó negatív hírekkel azért ezt nem lehet. Megosztanék veletek 2 dolgot. Az egyik az az RBD találkozott a héten Kovács Zoltánnal, és 3 témát vetettek fel neki. Az egyik az a Rakov mérkőzés, amit ugyebár elsőre így lemondtunk, vagyis hát őket meginvitálta a klub, de ez a lengyel csapat, ez éppen a felújított stadionját szeretné felavatni velünk a 100. évfordulós, a klubjuk alapításának 100. évfordulós ünnepségén, tehát nem evidens, hogy nem ők fognak ide jönni Székesérvárra, és ők mindenképpen játszani fognak mérkőzést. Itt a kérdés az, hogy mi érezzük-e azt a megtiszteltetést, hogy egy 100 éves klubhoz elmegyünk, akikkel a szurkolók jóban vannak, és most úgy néz ki, hogy történt ebbe elmozdulás az első negatív visszhang után, és ez hozzájárult feltétlenül a műsor, és feltétlenül pár komment a Facebookon egy poszt alatt, amit aztán a klub levett. Tehát a lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy újra felvették a kapcsolatot a Rakóval, és lehetséges, hogyha összetudják hangolni az időket, valamikor júliusban lesz egy ilyen jubileumi stadionovató mérkőzés Lengyelországban. Szerintem ez egy jó hír, ennek mindenki örül. Okay. Ez volt az egyik téma. A másik téma az, hogy Márton Gábor és Kovács Zoltán tekintetében az RVD-s társak egy ultimátumot adtak, hogy ez így már nem sokáig tűrhető, és gyökeres változást szeretnének látni a srácok. A dolgban, hát a kupa továbbításra sikerült. Ez a találkozó, ez a Fradi meccs után volt. És hát ugyebár a harmadik az a játékosok hozzáállása volt, és ezt megspékelte hangjának ez az ominózus nevetgélése. Itt azért én azért fogalmaztam kicsit erősebben, mert nálam a társaim sokkal erősebben fogalmaztak hangjával kapcsolatban. És hát úgy néz ki, hogy így a csapaton belül erről volt szó, vagy a vezetés erről beszélt a játékosokkal. Hogy milyen fogalmatja lesz, én ezt nem tudom, én nem vagyok túlzottan optimista, ha már a Rakov dolog összejön, az egy pozitívum, szerintem, és akkor lehetne egy frankó túra
Lengyelországba a barátainkhoz. Mi a véleményetek gyorsan erről a három dologról? Hát a rakó az kiveséztük a múltkor, hogy mekkora hiba lenne nem belemenni ebbe, és ez örömteli, hogy belátják, meg akkor ezek szerint mégis van valami foganatja a kommenteknek, mert talán nekünk is, vagy meg mindenkinek, aki ezt szóvá tette, ez egy szuper hír. Hát a másik kettő, hát Hangya, a harmadikkal kezdem, akkor hát Hangya játszott a Vasas ellen, tehát így igazából rettentő büntetés nem sújtotta, vagy nem tudom, vagy ott kapta meg a lehetőséget, hogy jóvá tegye a hibáját. Hát az ultimátum a Márton Kovács felé mit akar, vagy hogy milyen foganatja lesz, igazából az a baj, hogy olyan dolgokon kéne változtatni, amin úgy néz ki, hogy nem tudunk, vagy nem akarunk. Tehát nem hiszem, hogy Kovács Zoli amiatt fog majd belső védőt igazolni, és Márton emiatt megtalálja a csapatát végre. Tehát igazából ez a két legfontosabb dolog lenne talán, hogy valamerre elinduljunk erről a mélypontról, vagy ebből a mély gödörből, amiben most vagyunk. Hát igen. Hát a rakó az tényleg nagyon fasza lenne, az szenzációs lenne, mert be is neveznék szerintem. Ami a másik kettőt illeti, most igazából radikális változás, ultimátum, nyilván Kovács Zoli nem fogja kirúgni magát. Tehát ahogy beszéltük is, valószínűleg Márton se, viszont hogyha ezzel a szakmai stábban folytatódik tovább a szezon, akkor nem lesz radikális változás. Tehát akkor el fog menni a szezonunk arra, hogy talán megpróbáljuk a dobogót megőrizni, Márton még kísérletezget, még van rá 13 meccse, és akkor tényleg lehet, hogy az lesz, hogy Kovácsik lesz a center, legalább mondjuk ő magas föl lehet ívenni rá a labdát, de az, hogy nem, én nem gondolom, hogy itt alapból őszintetlenség van, most nagyon csúnya szó, de senki nem tudja, mi folyik a háttérben, legalábbis mi szurkolók nem tudjuk a teljes igazságot, valószínűleg nem is fogjuk megtudni soha. Én azt tudnám elfogadni radikális változásnak, ha menne Kovács is, meg Márton is, ami nyilván nem fog megtörténni. Ami meg Hangyát illeti, hát én kerültek már ki keretből kevesebb én is emberek. Igen, amit te is mondtál, Márk, én nem gondolom, hogy neki föl kéne venni ezt a meszt legközelebb. Egyrészt van nála jobb belső védőnk, vagy baloldali védőnk, nem is egy, hozzáteszem. Másrészt meg ez a viselkedés, vonatkoztassunk el attól, hogy itt történt, semmilyen csapatnál nem megengedhető. Tehát az, hogy nálam kivert a biztosítékot teljesen. Én amúgy sem voltam nagy hangyafan, én sem értettem, hogy miért igazoltuk le. Tehát a kettőből, a Hangya-Berec párosból inkább már Berecet tartottam volna, meg és építettem volna föl, mert benne annól volt potenciál, de Hangyában sose volt. Tehát ő azért lett válogatott, mert nem volt bal hátvédje a válogatottnak. Tehát volt egy korhutya a válogatottnak, azt azon kívül semmi. És ő egy vészmegoldás volt bal hátét posztra a válogatottban, nem véletlenül nem lett meghatározó játékosa a válogatottnak. Ennek oka van. Oké, hogy kerettag, mert bal hátvédje kevesek vagyunk itthon, ennyi. De szerintem meg sem érdemli a válogatott meghívót, sem az emberi, sem a pályamutatott teljesítménye miatt. Én igazából én elbúcsúznék tőle, legszívesebben. Hát, nem tudom, nagyon sok ez a téma egyébként. Nyilván a Rakov-Cesztokova elleni mérkőzés az mindenképpen jó lenne, hogyha tényleg megvalósulna. Nyilván egy jó szurkolói program is lenne, főleg ugye itt az ultrák szemszögéből is szerintem fontos megközelíteni a dolgot. Szerintem fantasztikus dolog lehet egy ilyen, amúgy is lengyel-magyar, ugye két jó barát, tehát ez szerintem mindenképpen fantasztikus dolog lenne összejönni, és egyébként én ezt egy utána lévő nyári felkészülés alatt pedig viszonoznám egyébként egy sóstói mérkőzésre, just saying. A másodikra az ultimátum, én korábban mondtam nektek, én úgy érzem, hogy itt nyárig nem nagyon fog történni semmi. Én szerintem Márton Gábor kitölti az egy évet, bármennyire nem szeretnénk, itt azért tényleg olyan
A kupa kiesés lehet esetleg egy olyan dolog, aminál lehet, hogy elköszönnek egymástól a felek. Azt, hogy Kovács Zoltánnal kapcsolatban mi van, hát ugye egy ember tudja a választ, Garancsi Istvánnak hívják. Ha ő úgy fog dönteni, akkor nyilván el fogja távolítani, ha nem, akkor pedig nem. Én ebben nem akarok belemenni, mert ez szerintem ez már magasabb szint. De biztos vagyok benne, hogy a szurkolói nyomás tud esetleg itt egy olyan dolgot kihangsúlyozni hosszú távon, aminek azért lehet foganatja, hiszen látjuk a Rakov mérkőzése kapcsolatban, és annyi negatív komment ment a közösségi felületeken a klub felé, hogy volt, ami nyomdafestéket sem nagyon tűrt, tehát annyira kőkemény beszólások és dumák voltak. Én azt tudom mondani, hogy én valamilyen szinten meg is tudom ezeket érteni, mert azért mégis ez egy élmény lenne, amit elvennének a szurkolók, ez nem biztos, hogy jó üzenet lenne. Főleg az egyik klub 80 éves lett, ugye ez a mi, ugye a Videóton, a másik pedig ugye egy szintén, ha azt nézzük egyébként, egy tök jó adottságokkal rendelkező klub, új stadionavató, úgymond tényleg, mert azért a régi stadion is most fölújítják, nem kevés pénzből modernizálják, és tényleg egy ilyen fontos gálamérkőzést tartani, én szerintem mindenképpen megtiszteltetés, hogyha meghívnak, és általában, ha meghívnak valóban, azt nem illik visszautasítani, illetően legalábbis én úgy tudom, hogy így van. Minden esetre azt tudom nektek mondani, hogy ez örömteli, a második dolognál meglátjuk, a harmadiknál pedig azt tudom nektek mondani, hogy hát egyelőre én annyi foganatot láttam, hogy hangya kezdődött a Vasas ellen, én lehet, hogy inkább itt azt mondanám, hogy lehet itt valami pénzbeni szabályozás történt a háttérben, amiről mi nyilván nem fogunk tudni, lehet elképzelhető, hogy egy heti bért megvonnak tőle, de tényleg, tehát egy ilyen, előfordult egy ilyen, én szerintem egyébként ennek mindenképpen lenne nevelő célzatja, és hogy ilyet nem csinálunk. Ha emlékeztek rá, amikor a Frank Lampard kikerült például a Chelsea-nek az élére, nyilvánossá tette a Chelsea, hogy milyen díjazások vannak, és ott például, aki az edzésről elkésett, akkor ott 5000 fontot fizetett percenként. Többet nem késtek el az edzésről, biztos vagyok benne. Tehát, hogy késsel 20 percet, azért ez egy elég drága mulatság volt. Azért gondolom, hogy itt mindenképpen egy ilyen tanítóeszköz lehetett a háttérben, lehet a Szilveszternek egy vagy két heti fizetését megvonják, ezért én szerintem egyébként az teljesen korrekt lenne. Nevelő célzat is megvolt. Nyilván nem akarok az ő pénztárcájába turkálni, szó se róla, de ez szerintem mindenképpen jó lenne. Úgyhogy, meg az, hogy egyáltalán tudtak találkozni a felek, szerintem az mindenképpen már egy előrelépés, és szerintem erre lehet építkezni a jövőben is, hogy tudjanak találkozni, és szerintem kéne is, főleg így a pandémiás helyzetben mindenképpen kéne, hogy valahogyan tényleg lehessen egy élő kapcsolat a szurkolótábor és a vezetőség között, szerintem mindenképpen szükség lenne. Egyébként azt azért még hozzáteszem, hogy az elmúlt években a legnyitottabb, ezt sokan nem tudják, de a legnyitottabb a klub vezetésében az pont a Kovács Zoltán volt, hogy találkozom az urzsákkal és beszéljem velük. Talán azért, mert ő tudja, hogy ez miről szól, csak az a baj, hogy ő ezt egy másik klubnál szívta magába. Tehát legalább ő érzi ennek a fontosságát, meg tudja, hogyha a szurkolókat megnyeri magának, akkor az megkönnyíti a dolgát. Viszont egy másik dolog is történt, ez mai friss hír, és elmondhatom nektek, hogy polgármester úrral, Cserpalkovics Andrással is volt az Erbélynek egy találkozója, egy megbeszélése, és amin pozitív hírként két dologról tudok beszámolni, hogy hamarosan elkészül a terve a Széchenyi-Csikváry út körforgalmának, amely átalakításra fog kerülni, és egy videóton körforgalomként fog funkcionálni, úgyhogy hamarosan tényleg ugyebár terveztük városrész elnevezést meg ilyen dolgokat, hamarosan az érkező csapatok egy hatalmas videóton körforgalomnál fognak befordulni a stadion irányába. Ez az egyik hír, ami szerintem nagyon pozitívum, hogy a városvezetés azért ezt a dolgot nem engedte el. Ebből a szempontból a másik pedig a másik hír, hogy egy Kovács Feri bácsi parkot akarnak létrehozni valahol ott talán a sétány közelébe, ahogy megyünk Sóstóra egy mellszoborral, Kovács Ferencre egy mellszoborral, ami úgy gondolom, hogy mint a fehérvári labdarúgás egy legendás szereplője, a legendás edzője, ő ezt abszolút megérdemli, mint egykori tiszteletbeli elnökünk is. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon jó hírről, egy ilyen, tényleg egy ilyen közösség, több korosztály, több generációt összefogó és összetartó hírről, vagy hát két hírről tudok beszámolni a mai nap. Hogy értékelitek ezeket a híreket? Mind a kettő nagyon szuper. Kíváncsi leszek a körforgalomra is, hogy valósul meg, illetve
látványában, arról nem tudom, tudsz-e valamit, vagy egy címer, vagy felirat, vagy... Annyi csak így, hogy ami így az elképzelésekben van, ugyebár a Városgondnoksággal Boza István van az élen, tervezik ezt a dolgot, és hamarosan megkapjuk a terveket. Nem tudom, hogy tudjátok-e azt a feliratot, ami a Videóton gyáron fent van, az a emblematikus felirat. Igen. Nagyjából ennek a megjelenítése lenne itt is, tehát hogy én örülnék, hogyha ez piroskékben is azzal a betűtípussal jelenítődne meg, azzal a klasszikus betűtípussal, de hát majd hamarosan meg lesznek a tervek, és akkor ezután többet tudunk. Szuper, várjuk kíváncsian, és Kovács Feri bácsi is nagyon megérdemli, én a stadiont sem tartottam volna eretnek dolognak róla elnevezni egyébként. Én nagyon, nagyon fasz a hírek, nagyon jó. Én nagyon remélem, hogy ha más nem, nyilván most egy körforgalomnál nincs olyan nagy átadó, de mondjuk a Mellszobor leleplezésnél nagyon remélem, hogy már lesz olyan helyzet, hogy a szurkolók ki tudnak menni, és akkor egy kis csinnadrattát csapni. Mert az is, hát nyilván hiányzik már mindenkinek, meg Feri bácsi is megérdemelni. Nem tudom, mi a haverokkal beszéltünk, hogy simán el tudnánk képzelni ilyen kicsit olyan hollywoodi sztorit, hogy mind a csillagok sétánya Hollywoodban, hogy kézd még láb lenyomatot a klub legendás játékosairól, aki még él természetesen. Simán el tudnám képzelni ezt is, hogy ezt így valahogy megvalósítani. Az is egyfajta kuriózum lenne, nem tudom, hogy van-e ilyen Magyarországon, szerintem nincs. De nagyon jó ez, nagyon jó ez. Kicsit azért jobban fog kötődni azért ez a városrész, így is a stadionhoz, meg a csapathoz. Nagyon jó, köszönöm. Én mind a kettő dolgot üdvözlöm, szerintem fantasztikus mind a kettő kezdeményezés. A körforgalom az mindenképpen szerintem egyébként egy nagy meglepetés lehet mindenki számára majd, úgyhogy szerintem az egy tök jó dolog lehet. Nyilván azért szerintem az se lenne ördögtől való gondolat itt, ha esetleg egy olyan képsorozat, vagy valami ilyen ott az oldalra, tehát valami hasonló kép is esetleg kikerülhetne, tehát ezek csak egyéni gondolatok. De szerintem tök jó ötlet mindenképpen. Hát a Mellszobor meg nyilván egyértelműen magáért beszél, tehát az ott akár a park is lehetne, de a stadion elé kerülne, szerintem ott is lenne egy rossz gondolat elhelyezni, de tényleg az mindenképpen egy óriási dolog lenne. Tehát ahogy ti is mondjátok, ugye a legendás alakja a fehérvári labdarúgásnak, és akkor szerintem még enyhén fogalmaztatok. Ugye nyilván én nem láttam az ő edzőségét és az ő úgymond nagy kapcsolatát a Videótonhoz, de azért olvastam róla, és hát azért, amit ő letett, azért az nem kevés. Tehát ő azért nagyon sok mindent letett az asztalra, és ahogy a Máté is mondta, nyilván egy ilyen embert akár az is megilletett volna, hogy róla nevezik el a stadiont, de nyilván ugye itt most ugye meg lett vásárolva, ugye a stadionnak a neve azt hiszem 10 évre, tehát addig nyilván erre nem lesz lehetőség ezt módosítani, de utána, ahogy mondta, nem lenne ördögtől jövő gondolat, szerintem ez abszolút egyetértek. Szerintem tényleg ezek nagyobb kezdeményezések, és tényleg azt tudom még mondani erre, hogy hát most hogy mondjam nektek, mintha tényleg így elkezdene megmozdulni valami, ahogy ti is mondjátok mindig ugye ebbe a tradíció ügybe, és szerintem ez mindenképpen örvendetes dolog, hogy értő fülekre és értő emberekre talált ez a kezdeményezés. Hát kívánom, hogy még tovább tudjon ezt tartani, és akár még több dolog megvalósulhasson, mert tényleg azért a stadion környékén is még rengeteg olyan dolog van, amit szerintem simán lehetne akár erre fordítani, vagy erre a célra felhasználni. Ugye, ahogy ti is mondtátok, ott a sétány, hogy sétálunk a stadionhoz, ott is akár több ilyen Mellszobor is kikerülhetne például, vagy esetleg lehetne egy ilyen, ahogy ilyen képek, ilyen fémre kirakva, mint ilyen kiállítások például, amit amikor sétálsz a meccsre, akkor láthatod, hogy a XY ellenfél ellen ez mekkora gólt rugott, és akkor ilyen képek berakva, stb. Tehát nagyon sok gondolat van még, de tényleg nagyon-nagyon örvendetes, és tényleg azt tudom kívánni, hogy akkor, ha így elindult, akkor menjen is végig az összes ilyen kezdeményezés, mert ez mindenképpen magát a Videótont, és hát Székesfehérvárat is szerintem nagyszerű színben tudja feltüntetni, és nekünk szurkolóknak is mindenképpen egy örvendetes, és nekem számomra mindenképpen egy örvendetes dolog, hogy nem mindig besétálnék a meccset, és akkor látná a meccset, és akkor na, itt vagyunk már, menjünk, és elkapna a meccsét, és a körforgalom is ugyanez, tehát abszolút, nagyon király, nagyon király.
Annyi még, hogy ezen a megbeszélésen a városrész, képviselő és az alpolgármestere Mészáros Attila is részt vett, és ugyebár biztosak benne, hogy ő is pozitívan fogja támogatni, hogy ott a városrészben ilyen jellegű fejlesztések történjenek, pláne, hogy ő azért a Garancsi éra erején azért ott volt a klubnál, és tevékeny részese volt annak, hogy elinduljunk, és akkoriban azért jó irányba indultak el a dolgok. Még annyi egy kis ultra info így zárásként, hogy szó volt a különböző graffitikről, és a stadionban is szeretnénk mi azokat a csupasz betonfalakat graffitikkel, művészi graffitikkel ellepni. Erről majd látványterveket kell bemutatnunk, és amennyiben ezek a látványtervek elnyerik a tetszést, akkor hát azt hiszem ki tudjuk dekorálni a stadiont is igazán szépre. Nekem a fejemben azért van egy-két olyan ötlet, hogy egykori megvalósított koreográfiákat mondjuk kifújni, de ezt majd elmondom a társaknak is, hogy ezeket megjeleníteni, mint egy ilyen filmkockák a múltból, meg hát még ezernyi lehetőség van, hogy ezeket a dolgokat erősítsük. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok. Én úgy gondolom, hogy most nagyon jó pozitív dolgokkal zártuk ezt a mai adást, és hát vidistának lenni, videóton szurkolónak lenni, az alapjaiban egy büszkeség, egy pozitív dolog, még hogyha mostanában zsörtölődünk is, de hát legyünk azon, hogy minél többen legyünk, és jól alakuljanak a dolgok, és ha elmúlik a Covid, akkor újra a stadionban tudjunk akár zsörtölődni, akár szurkolni, és a csapat mellett és a fehérvári labdarúgás mellett állni. Úgyhogy köszi srácok, hogy itt voltatok. Indítunk egy statisztikás műsort is, majd csak legyen időm összerakni. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok, hajrá videóton! Sziasztok, hajrá videóton! Hajrá videóton!